Elhangzott többször is, hogy milyen nagy dolog a 20 év a természetfotózás területén. Hát én 50 évről szeretnék most beszámolni, hiszen idén van 50 év annál, hogy én elkezdtem 1962-ben a természetfotózást. Ennek a történelmi részét szeretném egy picit ismertetni. Hát itt egy 1930-as évekből számítás tudót láthatunk, és ebben az időben még hazánkban nem lehetett természetfotózásról beszélni. Angliában már igen, és amit ott fölül látunk kinézni egy nyíláson, az nem más, mint Erik Hoskin, a legnagyobb angol természetfotósok egyike. Ez a provizórikus leskurbó rettentő hasonlít arra, amit én is használtam kezdetben az 1960-as években, összetárkodjuk a zsákokból készítettük ekkoriban. És nagyon jól lehetett ebben is fotózni, de hát ha valaki Máté Bencének ült már a leskurbójába, ahol ugye teljes kényelemben fotelban, üvegbőrön, internet, áramellátás, hát akkor ez olyan messze van, ez a leskurbó, vagy a mai leskurbótól, hogy lepoérdésre. A következő képen egy régi fényképezőgépet láthatunk, mi ezzel dolgoztak a Hoskinnak, ez volt a kedvenc darab nevű gép, amit még rendezették, volt harmadik a kifutatos, és körülbelül a 20 cm-es teremtettével készítette a felvételét. Kezdetben még én is bevittem egyszer-kétszer ilyen gépet a leskurbóba, de nagyon elfáradtam vele, és utána teljesen megtaláltam a kis fényes gépeket. Szintén láthatunk egy archív felvétel, Erik Hoskinnak a felvételét. Ő volt talán, azt kell mondani, hogy a fészekfotózásnak mestere, de hát később ilyenben a vakufotózás, repülőmadarakat és mindent ő igyekezett elsőként fotózni. Itt egy ugattyú párt látok, és nagyon jól lehet látni azt, hogy ez egy szűk vendéllel készülnek mind a két madár éles, és aki kicsit is jártas a természet fotózásról tudja, hogy micsoda munka lehetett, hogy ezt egy-két méter távolságban fényképezte az időveszten korában. Én gyermekkoromat Sárospatakon töltöttem, és ez a lírai festőkép jelenik meg mindig a gondolataimban, amikor a gyermekkoromra gondolok. Itt ugye a Bodrog folyót látjuk, és a Sárospataki Rákóczi várat a háttérben. Ekkoriban a 30-as években még olyan tiszta volt a Bodrog víz, hogy ivásra is használták, sőt főztek is benne. És rendkívül még gazdagság, tiszavirágzás volt itt a Bodrogon. Igen, a Bodrogon, jól mondom, mert abban az időben ugye olyan tiszta volt ennek a vize, és még a semmiféle zavar körülmény nem volt, úgyhogy olyan óriási tömegbe repültek a tiszavirágok, amit én csak az utóbbi időben láttam a Tiszának a felsőbb szakaszán. Hát itt az Emplémi hegyekből mutatnák egy képet, gyermekkoromban nagyon szerettem ide az Emplémi hegyekbe járni, és ez engem nagyon inspirált a tájnak ez a különleges szépsége, és nem csak gyalogosan, hanem akkoriban még működött az a kiskolat, amely Pálházára ment és kellett menni. Mégis egyik legmaradandóbb élménye az a Bodrog közhöz függ, a Bodrog és a Tisza közötti szakasz. Nagyon szerettem ebben az időben, és különleges szépsége volt a voltára, a gyönyörű virágos rétegnek, és akkoriban még a Bodrog füzetet is használták. Hát ezen a felvételen Kossuth Lajosnak a herbáriumában láthatunk egy lapot. Kevesen tudják, hogy Kossuth Lajos torinói számzetése alatt növényhűtéssel foglalkozott, és mintegy 4000 darabban álló csodálatos szépségű növényhűtemény éppen itt a Természettudományi Múzeumnak a növénytárában tekinthető meg. Ez egy van ebből, és ez engem gyermekkoromban inspirált ez a kép, mert akkoriban a Sárospataki Református Kollégiumnak a nagy könyvtárában volt egy jubileumi kiállítás Kossuth Lajosnak a növényhűteményéből. Én megcsodáltam a gyönyörűen preparált növényeket, és a rendkívül szép kalligrafikus írással fölírt magyar és latin betűket, és ennek hatására én is elkezdtem a növényeket gyűjteni,
és egy herbáriumot csináltam, ami annyira jól sikerült, hogy később ott a gimnáziumi pályázatot megnyertem vele, és több iskolában, még a megyek nagyvárosában is elmentek kiállításra. Ez volt az első inspiráció. A második már az állatorvos tudományi egyetemen ért, ahol állattam professzorul, aki a Magyar Ornitológiai Társaságnak is az alelnöke volt, és kiváló madárismerő volt, nagy szeretettel mutatta be a parkban megjelenő madarakat, különösen nagy hatással volt rá ez a csontoló madár, amelyik télen megérkezett, és akkoriban távcsővel is örömködtettem a szépségében, és ez is arra inspirált, ez nem fotó, hanem nincsen is már Magyarországon talán című könyvével csodálatos festmény, és arra inspirált, hogy én is a madárvilággal közelebbre megismerkedjek, és később lelkes madárfotós is váljon belőle. Hát említettem azt a lemezes képet, hogy nem sokat használtuk, de az egyetemnek a fotolaboratóriumában megismerkedtem ezzel a korszerű. Akkoriban azt kell mondani, hogy világszínvonalú keletben egy járvány érzett a Váradz géppel. Ez volt 1962-ben vásároltam ezt a gépet. Mindjárt az alapobjektívhoz sikerült egy nagy látószögű, meg egy teleobjektívet is venni, már tudtam szép felvételeket, változatos képeket csinálni, és hát ez akkoriban érdemelbeli gépnek számított. De nem csak a felszereléssel kellett úgymondjam elkezdeni a fotózást, hanem a szakmai területen is fel kellett zárkozni akkoriban az élvonalhoz. Az ebben az időben az 1950-es évek végén, 60-as évek elején csak néhány természetfotós volt hazánk, hogy Balázsék említették Kisüböt Irti Zoltánnak a nevét, Koffán Károly, akkor Hoboki Nagy István, és én még megemlíteni a Vajda Ernő bácsit, aki nagyon szép növényfelvételeket és korokat is fotózott az az időben. Hát én valamelyiket fölkerestem, és megvásároltam a könyveinket, itt is látszik, hogy Rogyán olvastam ezt a könyvet, és hiszen a hítéskületet lehetett ebből is első. Ekkoriban indultunk a természetfotózás területén, a Forrási Csabával, Bécsi Lászlóval, Kapocsi Györgyel és társaival, tehát ez egy olyan generáció volt, amikor kezdett a természetfotózás itt is egy kicsit színvonalasabb lenni. Hát ez az egyik első felvételeim közül származik, amikor én is még a főszerfotózásnál jártam, hiszen akkoriban dokumentálni kellett, például éppen a Nagykócsapnak az elterjedését. Akkor jelent meg először a Vimedélyben, Győrsorban megjelent a kisebb tavai, hiszen a 30-as években a Nagykócsap majdnem kipusztult hazából, utána viszont a természetvédelem szimbólum madarának át. És hát nem is mesélem el, hogy milyen nagy munkával, mennyi időt áldozva sikerült itt a két szülőről és a két kicsi fiókáról ezt a felvételt elkészíteni. A fotózásomat a Hansággal kezdtem, ez volt hozzám legközelebb, éppen a csatornákat, azt a csatornákat láthatjuk, amelynek a kiásásában én keresztül részt vettem, biztos akik idősebbet emlékeznek rá, hogy a szociális építésének egyik mozzanata volt, hogy saját kezünkkel ástuk ki ezeket a csatornákat. Ez egy archív kép, legalább 40 éves, még magyar tartalmak vannak itt ezen a képen, telelőben. Azóta bizony ezek eltűntek a Hansággal, említve őket a globalizáció, viszont megérkeztek a Nemzeti Park Jóoltában a magyar szürke marhák, és ez is egy őshonos fajta, itt is, meg hazában mindenütt, és nagyon jól mutatnak itt a Hansában. Hát ekkoriban igyekeztem én is növényfelvételeket is csinálni, ez is az első jobban sikerült növényfelvételemből származik. Hát természetes, hogy akkoriban már mi is igyekeztünk repülőmadarakat is fotózni, hiszen ez volt a virtus. Hát itt sikerült ugye éles állítani éppen egy repülő vörösdélnek, ami ebben az időben nem is volt még olyan egyszerű, hiszen kézzel állítottuk az élességet, és úgy kellett követni a madarakat, de ez még azt hiszem, hogy valóság sem megy másképp, hiszen a legmodernebb technikával is még bizony, és sokszor kézzel állítjuk az élességet. Ez a felvétel már Hortobágyon készült,
az 1970-es évek elején jutottam le a Hortobán, és megjelenzett csoda volt abban az időben. Ez a töretlen láthatár, és ez a szabadságnak az érzés, amit eltöltött a fotózásban az embert, ez egyedülálló volt. És annyira megszerettem a Hortobányot, hogy 25 éven keresztül jártam ide, külön könyvben is jelent meg a pusztáról, sőt a Hortobágyi Nemzeti Park első komolyabb kiadványa, ahol az én a földet éri, az is zömében az én felvételében állt. És egy emberöltön keresztül jártam ide, és igyekeztem később is valamennyi könyvekbe. A pusztának olyan különleges világa és szépsége van, ami egyedülálló. Én azt hiszem, hogy minden évszakban és minden napszakban érdemes a pusztán ott lenni és felvételeket készíteni. Hát ebben az időben a Mátai Méneshez, mint állatos is nagyon szívesen járogattam, és hát ennek a létszám ebben az időben alig érte a 100 darabot, hiszen ugye az 50-es években a akkori vezetés kiadta a jelszót, hogy meg kell venni az összes lovat, mert vagy megesszük a lovakat, vagy az eszmeg bennünket, ez volt a jelszó. És akkor mintegy fél millió lovat el is tüntettek közötte a hortobágyi ménesekből és a hortobágyi. Hát ugyanígy jártak ezek a szegény szürke marhák, és amikor én mondom, ide kerültem, akkor szürke marha a vágomány éppen a mélyponton volt, 6 darab vitában és 200 darab tejéből áll. De ma akkoriban is lehetett, ha az ember nagyon sokat tartózkodott a szüntetőn, mert szép felvételeket készíteni. Itt éppen téli szállásra gondolat eresetben pusztán. Ez talán az egyik legkedvesebb felvételem, amit a Hortobágyon készítettem. Nagy tanulság volt számomra, és erre a kiadók és könyvkiadók is inspiráltak, hogy mi csak az élő világot örökítsük meg, hanem ott vagyunk a pusztán, hanem az embernek. Hiszen már igen, Szofoklész is elmondta, hogy sok minden csodálatos van a Földön, de az embernek is csodálatosan. Tényleg, ha megnézzük ennek a házaspár, ugyanis házaspárban egy régi képét, ami kettőzetlen állapotban ábrázolja őket, rengeteg mindent megtudhatok a pusztai embereknek az életéről, sorsáról és egyéb dolgairól. A Puszta című könyvem megjelenése után nyakamba vettem az egész Magyarországot, ez a Magyarország című könyvemnek a címlapfelvétele, amely példa arra, hogy ha az ember egy adott pillanatban jó helyen van, jó időben, akkor nagyon szép ritka felvételeket tud készíteni. A nyugdíjba vonulásom után, hiszen majd bemutatom a könyveimet és a termékeimet, hogy 40 év alatt négy könyvet sikerült megjelentetnem. Utána, amikor nyugdíjban voltam, felszabadultam a munkai kötöttségektől, és tényleg akkor élveztem kizárólag fotózással foglalkoztam, elsősorban természetfotózással, és az összes többi könyvben pedig 19 jelent meg sorba, az ezután ebben az utóbbi 10 évben jelent meg. Ha akkoriban éppen elmondom, hogy ha én még fiatal és ilyen mai felszereléssel tudtam volna az időbe fényképezni, biztos, hogy még komolyabb eredményeket sikerült volna elérni, de hát sajnos, mint állatorvos, főleg vezető beosztályban nagyon kevésen tudtam, csak a szabadságot és a hétvégét tudtam fotózásra számítani, viszont amikor nyugdíjba kerültem, akkor felszabadultam. Hát így jutottam el eddig a gyönyörű vidéken, az éppen a Dímesi háború részletét táblázolja, a háttérben a dímesek vannak, és itt végre a növények szeretete is újra előjött, és megcsodáltam azokat a erdélynek azt a csodálatos növényvilágát, azt hiszem, amit mindenkinek csak ajánlhatok, hogy tekintse meg, hiszen például a rámányosvényen a tárpáti sárfányoknak ilyen állományát láthatjuk, ahogy ahol elolvadt, gyakorlatilag az észak és a keleti Kárpátokat előtti a kárpáti sárfány virágmezőjét. Vagy június végén, ha valaki fölmegy a Rekezátáncsétre, vagy a keleti Kárpátok magasabb régióján, 2200 méteren vagyunk, és jól látom, hogy ezen a havas, erdélyi havas szélben, vagy a Rodonegyen, ezen ész a 2500 méteres csúcsot, hogy
Szóval ilyen csodákkal találkozott az ember, különösen számomra kis Rekezát. Fantasztikus, hiszen ott rövid 20-50 méteren belül olyan lényekkel találkozhattam, amint annak idején a Kitrejben párt és a társai írtak le, tehát mindenféle ritkaságokat meg lehetett szembenni, és zavartalanul lehet meg, azt hiszem, ma is fotózni. Erdély könyvemmel kapcsolatban jött az a gondolat, hogy itt meg nem csak ezeket a csodálatos tájakat, hanem az épített értékeket is meg kell örökíteni, és hát akkor sőt az embereket, a népviseleteket, szokásokat, stb. Mert ez legalább olyan csodálatos, mint Erdélynek a nevényvilág, hogy éppen a Körösfői templomról láthatunk egy felvételt. A Erdély természeti kincsei című könyvben az nagyon jól sikerült, több nyelven is megjelent, és nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tiszteletbeli Székely címet kaptam, Székely udvarhelyen érte, amit ma is nagy örömmel és büszkeséggel visel. Utána még nagyobb fába vágtam a fejszínt, és elkészítettem a Duna című könyvemet. Az idő hiány csak egy felvételt tudok ebből bemutatni, ez egy panoráma felvétel, mert ehhez a könyvnek az elkészítéshez úgy gondoltam, hogy egy komolyabb felszerelés és szükség van. Vettem magamnak egy Nimhoff panoráma kamerát 6x17-es filmmel, ami olyan minőségű felvételek készítésére adott lehetőséget, azt hiszem, akinek volt ilyen a kezében, az azóta is említeti. És hát szóval ilyen, ez talán a Dunának a legszebb szakasza, Ausztriában van az úgynevezett Schlingeri Dunakanyar. A Duna könyvemmel kapcsolatban eljutottam a Duna deltába is. Itt sikerült, ott a Duna deltában nem 10 000, hanem 100 000 számra vonulnak vonulási időben a ütkös hattyúk, és úgynevezett húzott technikával sikerült ezt a képet megcsinálni, tehát nagyon hosszú zárnyével és a hármányra lévő gépben követ a madarakat. Ennek azért is örülök, ennek a felvételemben díjat is nyertem, meg ez volt az egyetlen felvétel, amivel még Máté Bencét is sikerült megelőznöm a világfotózásban. Csak az, hogy ezekkel, tehát ezt is hozzátenni. Ugyancsak a Duna Delta csodálatos madárvilágában származik ez egyik legkedvesebb képen, ami a parti fecskéket ábrázolja, amikor éppen megérkeztek a települőhelyükről, és ászerepülést végeznek a fészkelyek közelébe. Nekem ez egy nagyon kedves felvételem, mert halszabogértével készült, úgyhogy lefeküdtem ennek a hóbányának az alján, betakartam magam, vártam egy órácskát, és akkor zavartam, hát, hogy a Dunának legyen egy kis testvére, akkor belevágtam abba is 2 éves munkába, hogy a Tiszáról csináltam egy könyvet. Ez csak egyetlen képet tudok ebben is bemutatni az idő hiánya miatt. Ez a Máramaros szikletén a Tiszának egyik emléka. A következő az még nagyobb vállalkozása lett, amikor az egész Kárpát-medencét elkezdtem fotózni és bejárni. Ez a Történelmi Magyarország című könyvemnek a címlapja, a Törcsvári kastély táblázója, amely most jelenleg ismét visszakerült a Habsburg tulajdonosoknak a kezére, sajnálatosan talán mi magyarok is igény tarthatunk magára, ilyen kérdésekben érnehezen ülehagadni. És ekkor ugye tényleg az volt, hogy a Kárpát-medencének pedig, ahogy mondtam, az épületet emlékeit helyeztem előtérben a fotókon, hiszen ha csak a természeti értékeiről csináltam volna, az az én életem sem lett volna elég, hogy ez a rövid pár év. Úgyhogy ezeket is levettem, és legalább én is megismertem a mind a 64 vármegyét, az egész Kárpát-medencét, és utána ebből még megjelent a Kárpát-medence, a Vigazán című könyvem is, és majdnem azt mondhatom, hogy a Kárpát-medencének a fotósának tekinthetem én már.
Most nyugdíjas koromban pedig előszeretettel visszakanyarodtam a vonunk közben említett fűszfákhoz. Ma már ezeket senki sem botolja, ezeket a fűszfákat, ezek most a rába közben vannak a lábca mentén. Ide járok ki, nagyon gyakran, nagyon szeretem festeni a táj, festeniek ezek a fűszfák, és egy kicsit ilyen elvarázsolt a Photoshopban elvarázsolt technológiával, egy kicsit életlenné és festővé teszi az ember a képeket, akkor ilyen képeket lát. Tehát itt láthatók az megjelent 19 könyve, amelyből itt a Magyarország természeti kincsei az készült. Tehát ez 40 év alatt, az a hős és több az utóbbi 10 évben. Tehát élet termékeinek tekintettem magam az utóbbi 10 évben. Ebből a könyvekből kettőt hoztam el itt bemutatásra. Az egyik a természetfotózás, amely a hazai, az utam a hazai természetfotózásban az utóbbi 50 évben. Ezt mutatom be, legkedvesebb könyveket tartalmazza a könyv. És a másik pedig a múlt évben megjelent virágok éneke, ahol kedvenc vadvirágokhoz, illetve kerti virágokhoz verseket válogattam, és ezekkel hoztam kapcsolatban, és ugyan kell jelenteni. Most pedig egy diagonálát mutatnák be, amely ebből a két könyvnek a képeiből készül. Talán azt fogják látni, hogy az első felében fekete-fehér felvételeket fogunk látni a régi időkből. Van itt olyan kép, ami 40 évvel ezelőtt készült, talán 45 éve is van, viszont a színes képekről van egy pár olyan, amit az elmúlt évben készítettem, vagy pedig éppen ebben az évben. Úgyhogy akkor lássuk, nézzük meg a diagonálát, fogadják szeretettel.